Haló, jó reggelt kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok, kedves asszonya és a mint katolikus televízió kedves nézőit, én is üdvözlöm. Szabolcs atya, miért nem volt ma reggel szentmise, kérdezi mindenki, és szerintem ennél, önnél jobban én biztos, hogy nem tudom elmondani. Ugye a mai nap az oltári szentség alapításának, a papi rend megalapításának is az ünnepe, a lábmosás, szertartása, sok minden gyönyörűsége van a mai napnak, de történetileg azon a napon vagyunk, a nagycsütörtökön, amikor Jézus tanítványaival összeült a húsvéti vacsorát megünnepelni, és ez volt az a vacsora az ő számára, amit, hogy mondta, hogy vágyva vágytam ezt a vacsorát elfogyasztani veletek, mert már hosszú ideje készítette tanítványait arra a titokra, amit ezen a vacsorán akart megvalósítani, ez, hogy a saját testét és vérét adja áldozatul pár órával a kereszthalála előtt, a kenyérben és a borban önmagát, hogy adja nekünk. Ez egy gyönyörű szimbólum és egy gyönyörű valóság. És hogy ez erre a irányítva a figyelmünket ezen a napon, nincsen szentmise kivéve a székesegyházakban, a püspök a papjaival és hát a hívekkel együtt szokott tartani, úgynevezett olajszentelési szentmisét, amin a papi ígéretek megújítása is van, de ez idén a járvány miatt, ahogy mindenki tudja, ez elmarad. Tehát az utolsó vacsora alapításának az ünnepe, ami este történik, hogy arról ne vonja semmi a figyelmet, hát ezért van az, hogy nincsen sehol a katolikus világban más mise, csak a székesegyházban, illetve az utolsó vacsora alapítása a plébániákon este. Úgyhogy van a normális esetben a templomokban, és hát ma is van, csak zárt ajtók mögött, minden plébánia, minden kápolnában, ahol meg tudják szervezni szentmise az utolsó vacsora alapítására. A holnapi nap az a nagy péntek, amikor Krisztus a szenved, meghal, sírba teszik, amikor egyáltalán nincsen szentmise, és szombaton sem lesz szentmise, csak majd este felé, amikor a föltámadási szertartás vesz. Aki szentmisét akar, szentmisén részt venni, képernyő szentmisén is, az ma este figyeljen, 6-7 óra tájban szokott lenni ez a szentmis, és legközelebb majd csak szombaton este a föltámadási szertartás. Ami holnap lesz, az nem szentmise, hanem a Szent Keresztem előtti hódolat, szentírási részletek meghallgatása és úgynevezett száraz mise, egy szentáldozási lehetőség, tehát keresztutakat végzünk, és de nincsen szentmise, tehát holnap se lepődjenek meg, ha nem találnak majd szentmisét. Visszatérve a mai napra, hogy tehát a püspökségek általában, nem mindenütt, de általában elhalasztják az olajszentelési szentmisét, és olyan időre, amikor majd össze tudnak jönni a székesegyházban az egész papság. Viszont több helyen is az megtörténik, így a Esztergom-Budapesti Egyházmegyében is, hogy képernyőn keresztül egy üzenetben a főpásztor, a megyés püspök, jelen esetben ugye Erdő Péter Bíboros úr, hát a papi ígéretek megújítására hívja a paptestvéreket a képernyő előtt. És ez egy nagyon fontos dolog, nem csak a papokat érinti ez, hiszen ennek az ígéretnek a megújítása két részből áll. Az egyik rész az, amikor a megyés püspök kérdezi a papokat, és lehetőleg ilyenkor minden pap el szokott menni, szerzetes, nem szerzetes, el szokott menni erre a szentmisére, kérdezi a papokat az egyházmegye területének a legfőbb felelőse, hogy ottan az evangélium szolgálata, Isten országa építése történjen. A püspök kérdezi a papjait, a munkatársait, a presbitériumot, nagyos értelemben, azon a napon, amikor nem csak az oltári szentség, de a papság is megalapítatott, hogy hát újítsák meg három kérdéssel, ugye, a
kimondott igenjüket az Istennek a papi szolgálata, és utána mindjárt a püspök kérdezi a hívő népet is, hogy hát ugye Isten ajándéka az egyházi rend szentsége az egész közösség számára, hogy szépen mondja Szent Ágoston, hogy veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezt alkalmazhatjuk a papokra is, hogy minden pap hogy mondhatja a hívő közösségnek, hogy veletek vagyok hívő keresztény, Krisztus családjának a tagja, és értetek vagyok pap. És éppen ezért, hogy a papi szolgálatban lévők, hogy minél tisztábban, minél hatékonyabban, minél egyre jobban Jézusra hagyatkozva tudják teljesíteni a szolgálatukat, ezért szintén kérdezi a híveket, vagy kéri a híveket a püspök, hogy imádkozzanak a papokért, az egész papságért, ebben benne vannak a püspökök is, tehát a papi rendszer, tehát a diákonusok, úgynevezett áldozó papok és a püspökök, hogy a hívek imádkozzanak értük. Azt is szokták mondani, hogy olyan papjai vannak a közösségnek, amilyet imádkozik magának. És persze az imádság, a böjt, a lemondás, az alamizsna, ez mind hozzátartozik, az a hármas út, ahogy a Istennel való egységünket megéljük mindenki, papok, hívők, szerzetesek, akárki, tehát aki Jézus családjában van, ugye ezen a három úton, az imával, az önmegtagadással, lemondással, böjtel és a és mert minden közösségnek hát olyan papja van, amilyet így ezen a három úton is a jó Istentől kér, kitartóan, következetesen sokkal kapja meg, hogy imádkozzanak a papokért. Ugye ebben az időben, amikor olyan sok botrány is volt a papsággal kapcsolatban, szerte a világban, hogy van, különösen is fontos, hogy tényleg az imák, a hívek imáiból erőt merítve is hűségesen tudjanak szolgálni a papok. Igen, maradt még pár perc, mert hát ugye azt már elmondtam többször, hogy Erdő Péter bíboros atyánk a nagycsütörtöki gondolatait fogjuk közvetíteni 10 órakor, de addig ez alatt a pár perc alatt még hadd mondjuk el, hogy ezt az olajszentelési szentmisét majd egy későbbi időpontban megtarthatják? Meg fogják tartani? Hát igen, természetesen, amikor már lehet látni, hogy a járvány miatti helyzet hogyan alakul, hogy mikor lehet megtartani biztonságosan, akkor fogják majd kijelölni és meghirdetni ennek az idejét, így az Esztergomi Egyház megyében is. Addig pedig ugye az olajszentelési szentmisének a feladata, hogy az úgynevezett szent olajokat a katekumenek, a keresztelésre várók olaját, aztán a vérmálkozók olaját, a krizmaolajat és a betegek olaját. Ezt három nagy edényben általában ezt délről növényi olajokat hozva, ezt áldja meg a püspök, és ebből a megáldott olajból kap minden plébánia és templom, hogy az év során, ha keresztelések vannak, vérmálások vannak, betegeket megkenik, a betegek szentségével látják el, ezt az olajat használják. Idén, mivel most elmarad az olajszentelés, később lesz, ezért ahol ez így történik, ott a tavalyi megáldott olajokat használják ezekre a feladatokra, hát amikor és ahol lehet, hiszen most a kijárási korlátozás ezt megnehezíti ezeknek a szentségeknek is a fogadását. És akkor jól gondolom, erre az alkalomra a hívek is szoktak menni, zarándokolni a püspökeikhez? A székesegyházakban, igen. Tehát ezek általában a bazilikákban, székesegyházakban vannak, és a papok és a híveknek a részvételével, hiszen pont arról van szó, hogy az Isten előtti egységünknek is a kifejezéseként, hogy igazából egyetlen papi hivatása van, és ez a Krisztusnak a papsága, és Krisztus hív meg munkatársnak erre a papi szolgálatra diákonusokat, papokat, püspököket, és ennek az egységnek a kifejezése is, hogy a hívő közösség Krisztusban egy, mindenféle szolgálattevőjével, ennek is a megjelenítője ez a bizonyos olajszentelési szentmise és a papi ígéretek megújításának a szentmiséje. Most már csak azt hiszem 30 másodperc. Így van, így van. Igen, azt próbálom én is kiszámítani, hogy valahogy pontosak legyünk és férjünk bele pontosan az időbe, de akkor röviden ebben a 20 másodpercben ön készül arra, hogy akkor most itt a képernyők előtt megújítsa a fogadalmát?
azt gondolom, hogy minden pap, ez legyen az egyházmegyés, vagy szerzetes, vagy legyen nyugdíjas, vagy betegágyán van, hogyha egy lehetősége van, akkor ezt most megteszi, igen, ez is a közösségnek. És hát akkor nyilván itt nem van. Ugyanaz, mint hogyha ott ülnénk, igen, a templomban, vagy tíz itt óra. Állnánk, a képernyő. Igen, köszönöm, igen, szépen. És akkor hallgassuk együtt meg Erdő Pittert, bíboros atyánk a nagy csütörtöki gondolatait. Kedves paptestvérek, Krisztusban kedves testvérek! A ma esti szentmisében az utolsó vacsora emlékét ünnepeljük. De az oltári szentség alapításával együtt Krisztus megalapította a papságot is. Megbízást adott tanítványainak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért a mai nap a papság születésnapja is. Az idén az apostoli szentszék ajánlása alapján az olajszentelési szentmisét későbbre halasztjuk. Erre ugyanis a misekönyv rendelkezése szerint lehetőleg minden papnak el kell jönnie. Mégis éppen az idei különleges helyzet ébresztett rá minket arra, hogy milyen nagy szüksége van a papokra Isten népének. Köszönöm helytállásotokat és minden alkotó kezdeményezést, amelyet a lelkek üdvössége érdekében vállaltatok. Most újítsuk meg papi ígéreteinket. Kedves fiaim, annak a napnak az évfordulóján, amelyen Krisztus az ő apostolait papságában részesítette, akarjátok-e megújítani egykor tett ígéreteiteket püspökötök és Isten szent népe előtt? Akartok-e a mi Urunk Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforni, és önmagatokról lemondva hozzá teljesen hasonlóvá lenni? Akarjátok-e a megváltás hűséges szolgáiként az Eukarisztia szent áldozatát bemutatni, a többi liturgikus cselekményt végezni, és Isten igéjét hirdetni? Akarjátok-e Krisztust, mint fejünket és pásztorunkat követni, nem földi javakra vágyakozva, hanem csakis a lelkek iránti szeretettől vezetve? Ti pedig, kedves testvéreim, imádkozzatok papjaitokért, árassza el őket az Úr bőséges kegyelmével, hogy legyenek Krisztusnak, az örök főpapnak hűszolgái, és vezessenek titeket őhozzá, üdvösségünk forrásához. Imádkozzatok értem is, hogy hűségesen teljesíthessem az apostoli hivatást, amelyet rám méltatlan szolgájára bízott az Úr. Legyek egyre tökéletesebb képmása köztetek Krisztusnak, a papnak, a jó pásztornak, a tanítómesternek, mindenki szolgájának. Őrizzen meg minket szeretetében az Úr, és vezessen minnyájunkat, pásztort és nyájat az örök életre. Amen. És hát a Erdő Péter bíboros atyának a nagy csütörtöki gondolatait láthattuk. Továbbra is itt van velünk a telefonnál Sajgó Szabolcs atya, de a mai meglepetésünk, amit önöknek ígértem, hogy itt van a telefonnál velünk Erdő Péter bíboros atya. Dicsértessék Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást így a telefonon keresztül. És hát akkor, kedves bíboros atya, a papi fogadalmak megújítása, a hívő közösség imája, ugye ez a mai nap igen gazdag szimbolikus és valóságos titkából egy fontos pillanat, egy fontos mozzanat. Beszélhetnénk egy kicsit a papi presbitériumról, a papi közösségről, a hátteréről ennek a papi ígéretek megújításának. Mindenek előtt nagy csütörtökön az egyház az utolsó vacsora emlékezetét ünnepli. Ez a közös emlékezet az egyik legnagyobb erő, ami a keresztény egyházat, mint közösséget is összetartja,
kíséri és vezeti az évszázadok során. Mert egy népet, egy igazi népet a közös emlékezet tud összetartani. Az eukarisztia emlékezete szorosan összetartozik Jézusnak azzal a mondásával is, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát személyesen az ő akaratára vezethető vissza, hogy ezt a titkos vacsorát nekünk meg kell ismételni. De hát hogyan ismételjük meg, hogyan tették ezt a tanítványok, mi volt ennek a gondolatnak az alapja és a lényege? Amikor a 12. Krisztus föltámadása után újra elkezdett összejönni, akkor már is nagyon hamar a kenyértörés ünnepléséről vannak tudósításaink. Tehát az apostolok cselekedeteiben például azt olvassuk a jeruzsálemi hívőközösségről, hogy igen, zsoltárokat, himnuszokat imádkozni eljártak a jeruzsálemi templomba a többiekkel együtt, de a kenyértörést azt házanként végezték. Nagyon hamar kiderült, persze, hogy a keresztény közösségen belül is bizonyos szervezett struktúrák léteznek. Azt mondják a mai kutatók, hogy a zsidóság körében annak idején semmiféle vallási irányzat vagy mozgalom nem keletkezett úgy, hogy ne lett volna egyszer, mint valamilyen intézményes formája is. És valóban azt látjuk, hogy az első keresztény közösségekben egyfajta presbitérium, egyfajta vének tanácsa működik. Megint az apostolok cselekedetei tudósítanak arról, hogy Jeruzsálemben, az egyház élén az apostolok és presbiterek állnak. Tehát működik egy vének tanácsa, egy kicsit a választott nép legfőbb szervezete a jeruzsálemi szinedrion mintájára. Csak hát a helyi közösségekben is voltak elöljárók. Tudunk arról, hogy az apostolok kijelöltek maguk helyett egy-egy személyt, de arról is tudunk, hogy presbiterek így többes számban álltak a helyi közösségek élén, akár csak a korabeli zsinagógai közösségek élén. Na most ezeknek a presbitereknek a szerepe, viszonya a püspökhöz, az apostolutódhoz, ez kb. 100-150 év alatt tisztázódott annyira, hogy a mai három fokozatú hierarchia már mindenütt világosan elterjedt. Tehát a presbiter, a püspök és a diákonus hármassága. Azonban az is nagyon hamar világos volt, mondjuk antiókiai Szent Ignász leveleiben a 100-as évek elején, hogy bizony az eukarisztiát nem akárki végezheti, hanem magának a püspöknek kell azt vezetnie. Aztán később kiderült, hogy a presbitérium együtt mondja a legszentebb szavakat a püspökkel, de ezt már nem mondják együtt a diákonusok és a világi hívők, és még a 200-as évek során az is tisztázódott, sőt, sok helyen már előbb is, hogy szükség esetén a presbiterek, akár a püspök nélkül is végezhették a legszentebb eukarisztiát. Tehát kirajzolódott az apostol utódságnak egy ilyen különleges testületi formája. Azért mondom, hogy testületi, mert egészen a 4. századig, amikor aztán a presbiterek kirajzanak vidékre is, és elkezdenek külön-külön olyan formákban is közösségeket vezetni, ami már a mai plébániára hasonlít. Szóval a presbiterek ott voltak a püspök székvárosában, általában a főtemplomban, általában a püspök személye körül, mint egy testület. Nagyon fontos dolog az, hogy a szentségek kiszolgáltatása tekintetében milyen feladatokra voltak ők képesek, miket engedélyezhetett számukra a püspök, és mi volt az, ami szoros értelemben is mindig a püspöknek volt fenntartva. Tehát ezekből látjuk nagyjából ennek a szentségi módon áthagyományozott küldetésnek a jellegét. Úgyhogy amikor a presbiterekről beszélünk, amikor a papság alapításáról beszélünk, akkor gondolataink mindig visszaszállnak az utolsó vacsora tervébe, és Jézus alapító szavait idézzük fel. Köszönjük ezeket a nagyon világos tényeket és adatokat arra vonatkozólag, hogy tulajdonképpen mi is történik a hívő közösségben, az egyházmegyei szinten ezen a napon, normális körülmények között a székesegyházakban, bazilikákban. És hát
Ugye mindenképpen ráirányítja ez a figyelmet arra is, hogy ahogy mondtad is az elején, hogy milyen szükség van az utolsó vacsora megismétléséhez, vagy megújításához, jelenvalóvá tételéhez papokra, hogy ahogy mostanában fogalmazzuk ezt az örök igazságot, hogy a Jóisten ajándéka a Jézus családjának, a hívő közösségnek a papság, és hogy ezért van az a nagyon fontos része a papi ígéretek megújításának, hogy a hívőket hívja a püspök mindig, imádkozzanak a papokért, és imádkozzatok értem is, hiszen ez az egész kegyelmi történés, és hogy egymásnak tudjuk a Jóistentől a kegyelmet kérni, az imáinknak az Isten előtt súlya van, és hogy ez fontos. Mostanában ugye szó van, hogy hogyan lehet a szentgyónást, a bűnbánatot tartani. Mindenfelé a Leszármunk-Budapesti Egyházmegyének a honlapján is a körülmények miatti bűnbánattartásra hívja föl a figyelmet a honlap, hogyan lehet fölindítani a tökéletes bánatot. Ha ezzel kapcsolatban egy pár szót tudnám mondani. Hát a bűnbánat szentségének a fegyelme különleges történetre tekint vissza az egyházban. A kezdeteknél azért megtaláljuk megint csak magának, Jézusnak az akaratát, aki azt mondja az apostolainak, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesznek bocsátva, akinek megtartjátok, meg lesznek tartva. De ő maga is, amikor valakinek a bűneit megbocsátja földi élete során, akkor mindig jelen való embernek bocsátja meg a bűneit. Személyesen szól hozzá. És később is egyértelmű maradt az egyházban, hogy a bűnvallomásnak és a bűnök alóli feloldozásnak, vagy az egyházi közösség teljes életében, vagyis az eukarisztiában is a visszafogadásnak személyes jelenlétben kell történnie. Eleinte ez közösségi és nyilvános jellegű volt, bűnbánóknak a csoportja kísérte a liturgiát egy bizonyos pontig, utána nem vehetett részt azon. A kiszabott vezeklési idő elteltével pedig ünnepélyesen, nyilvánosan a püspök vezetésével engesztelték ki a bűnbánókat az egyházzal, vették vissza őket az eukarisztia közösségébe is. Hamar fölmerült azonban az a probléma, hogy mi legyen a betegekkel, mi legyen a haldokló hívekkel. És erre különböző módokon, de mégiscsak lehetővé tették azt, fölfedezték annak a lehetőségét, hogy akár egyetlen presbiter is, külön vagy általános püspöki megbízással elmehet a beteghez, és megadhatja neki ezt a kiengesztelődést. Természetesen ilyenkor nem volt nyilvános bűnvallomás. Aztán hamarosan évszázadokba került, amíg elterjedt a fülgyónás, vagyis a nyilvános bűnvallomásnak és a nyilvános vezeklésnek a helyébe a bűnbánatnak a megvallása, a bűnök megvallása, a feloldozás és utána az elégtétel elvégzése következett. De mindig a feloldozáshoz a papságnak a szentségi fokozatát tartották szükségesnek. Nagyon fontos kérdés volt az is, főleg az újkorban merült ez föl, ugye 16. század vége felé, hogy vajon levélben lehet-e gyomni, levélben lehet-e feloldozást adni. Erről hivatalosan is nyilatkozott az egyház, hogy nem, erre nincs lehetőség. Az indok pedig lényegében az, hogy hasonlóan más szentségekhez itt is egyfajta személyes, fizikai jelenlétnek, kontaktusnak a megléte szükséges. Na nem, mint hogyha Isten kegyelmének csak fizikai eszközök lehetnek a közvetítői, de a szentségek azok különösen is látható jelek, amelyek révén a láthatatlan kegyelmeket megkapjuk. Itt bizony az ember térbeli, időbeli valóságának, a személyes jelenlétnek is szerepe van. És ez a szerep ráadásul az egyes szentségek esetében valamelyest eltérő is lehet. Tehát ahogyan interneten keresztül mondjuk nem lehet megkeresztelkedni, hasonlóképpen áll ez a gyomással is, bár sokan felvetették az utóbbi időben, elméletileg a probléma nem új, az új technikai eszközök miatt
jutott eszébe sokaknak, hogy vajon nem lehetne-e ilyen formában is gyónni. Az igazság az, hogy nem csak a gyónási titok miatt, hanem éppen a személyes jelenlét miatt tartja úgy az egyház, hogy ez nem lehetséges. Azonban tudjuk azt is, hogy a kegyelemnek nem határt szabnak a szentségek, hanem segítik annak a kiáradását. Tehát eszközök, amelyek révén kegyelmeket kapunk. De Isten adhat kegyelmet másképpen is. Így van ez például a tökéletes bánat esetében. Ezért van az, hogy amikor fizikai akadálya van annak, akár fogság, akár járvány, akár nagymértékű paphiány, hogy papnál elvégezze valaki a szentgyónását, akkor a tökéletes bánat felindításával joggal bízhat benne, hogy Isten eltörli a halálos bűneit is. Igaz ugyan, hogy majd, amikor az egyház közösségében szentáldozáshoz járul, gyónásban kell megvallania ezeket, így kell megtisztulnia a bűnektől. Azonban az üdvösség szempontjából a tökéletes bánat is járható és biztos út. Más kérdés, hogy az ember sosem lehet teljesen biztos abban, hogy az ő bánata az tényleg tökéletes volt, de hát erre szolgálnak az egyház által felkínált imádságok, amelyek ilyenkor segítenek bennünket átérezni mindazt, ami az Isten iránti szeretetből való bűnbánathoz szükséges, hiszen a tökéletes bánatnak ez is feltétele. Köszönjük szépen, és hát azt gondolom, hogy fontos tudatosítani, hogy a Jóisten olyan világot teremtett, ami lehetővé teszi a telefont, lehetővé teszi a televíziót, hogy így a húsvét alkalmából, illetve most nagycsütörtök alkalmából az üzeneteidet, így a járvány okozta a karantén helyzetből is el tudod juttatni a hívő közösséghez. Köszönjük a Jóistennek, és köszönjük, hogy rendelkezésre álltál a mostani délelőttön. Köszönjük szépen a lehetőséget, és áldott nagy csütörtöket kívánok minden kedves nézőnek. Köszönjük szépen. Hasonlóképpen. Köszönjük szépen. És ennek is köszönjük Szabolcs atya, hogy velünk volt itt a mai délelőttben, és hát segített. Úgyhogy szép napot kívánok. Igen? Köszönöm szépen, de még hadd mondjak dolgot, tehát azt, hogy ez a jelen helyzet, a járvány annyi, és az, hogy a templomok zárva vannak, hogy sokkal nehezebb a szentségek ajándékát kiosztani, illetve befogadni a körülmények miatt, hogy ez nagyon elgondolkoztató, és sok hívőben úgy fölmerül a kérdés, hogy tényleg hát ennyire fontos nekem a szent áldozás, most nem tudok áldozáshoz járulni, és hogy hányszor járultam úgy áldozáshoz méltatlanul, vagy nem kellően fölkészülve, vagy nem kellőképpen tudatosítva azt a rendkívüli kegyelmet, amit a kenyérben, borban Krisztus, mint testét, vérét adja nekünk, hogy egyfajta megtérés. Azt gondolom, hogy a járvány helyzetben nem csak ez a fájdalom, hogy nem tudok áldozni, hanem ez segít egyfajta tisztulást, egyfajta tökéletesedést, a Krisztusra való hagyatkozást, egy belső megtérést, és ugyanígy a bűnbánattal. Tehát az a fájdalom, hogy most nem tud az ember a bűnbocsánat szentségében részesülni, ez megint csak az, hogy tényleg mennyire komolyak voltak a gyónásaim, és a gyónás nem csak a bűnbánatra vonatkozik önmagában, hanem arra az elhatározásra is, hogy kerülöm a bűnre vezető alkalmakat is, és minden erőmmel azon leszek, hogy amiről megértettem, hogy nem jó, azt nem akarom többet csinálni, és hogy ezért, tehát hogy azt gondolom, hogy ez a járványhelyzet ebből a két szempontból is, amiről a Dimoros atyával beszélgettünk, tehát a szentáldozás és a bűnbocsánat szentségevel kapcsolatosan is, ez egy nagy lehetőséget ad egy elmélyülésre, megtérésre, egy tisztább emberi útra. Úgyhogy ezért is bizonyos szempontból azt gondolom, hogy hálát adhatunk a Jóistennek, hogy figyelmeztet minket a járvánnyal is, hogy itt van egy lehetőség, hogy újulj meg. Igen, ezt a héten többször elmondtuk, de szerintem
erre szép lassan mindenki rá fog jönni, aki otthon ül. Úgyhogy köszönöm szépen a segítséget. Nagyon szívesen, és ennyit áldott, egy csütörtöket kívánok mindenkinek, és az esti szertartásba bekapcsolódni mindenre kell. Köszönjük szépen.